Az Európai Bizottság szerint fel kell számolni az akadályokat, amelyek gátolják a bevándorlók befogadását az európai társadalmakba. Közben egy másik uniós testület, az Európai Parlament a belső határellenőrzések nélkül működő Schengeni térség visszaállítását sürgeti. Ami pedig a friss adatokat illeti, októberig több mint 87 ezer határsértést regisztráltak az EU külső határain a Frontex szerint. Több témánk is van, a Tari Judit Titanilla folytatja. Így van, jó reggel, Szervusz György, üdvözlöm a nézőket. Mai első vendégünk Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Kezdjük akkor itt a számokkal. 87.500 hatásértést regisztrált a Frontex. A magyar határól gyakorlatilag óránként jönnek hírek, hogy újabb és újabb illegális próbálkozókat fogtak el. Mi most az aktuális helyzet? Hát a tegnapi adatok, amelyek lezártak, azok azt mutatják, hogy meghaladta 35 000, 35 a 35.000-et, 35.300-at a az illegális határátlépőknek a száma, ez hát messze meghaladja, több mint duplája tavalyi év egész évinek, és emellett igen magas szám, 387 ember embercsempészt fogtunk el, akik a szervezet bűnözésnek egy nagyon nyereséges üzletágát művelve segítik a nyugatra törekvő, nyugat-európába igyekvő illegális határátlépőket, ez a 387 ember csempész, ez több, mint az előző három év összesen. Egy szóval a magyar határ, az ottani kísérletek, itt most a magyar határban természetesen a szebb magyar, a román magyar és a, a horvát magyar határt is beleértem, ez komoly nyomás alatt tartja a rendvédelmi erőket komoly nyomással adtartja a biztonságért felelős szervezeteket, személyállományt állományt is, a technikai eszközparkot is, és hát emellett nyilván a politikai nyomás is folyamatos, ha úgy tetszik 2015 óta, de különösen aztán a, az idei esztendőben számos fórum, a módszere formációja volt, illetve zajlik most is, amelynek mind-mind az a célja, hogy a a magyar államot, a magyar politikát rákényszerítse, hogy elfogadja, és itt a rákényszerítésen nagy hangsúly van, a szabad államok szövetkezése egyre inkább eltolódik a büntetések irányába, rákényszerítse egy olyan álláspont elfogadására, amelyik ellentétes a magyar emberek akaratával, számos választáson és nemzeti konzultáció nyilvánították ki a magyar emberek azt, hogy nem kívánják azt, hogy illegális migránsok tömegesen érkezzenek a hazánkba, sem úgy, hogy a határon jogelesen átléphessenek, sem úgy, hogy valami fajta kötelező kóta keretében betelepítése kerüljenek Magyarországra mert pedig ez egyre többször előkerül. Múlt héten volt egy konferencia, ahol ugye felszólalt az Európai Bizottság elnöke, az Európai Parlament elnöke, a svéd belügyi biztos utóbbi egyértelműen kimondta, hogy megfelelő teherelosztásra van szükség, és tegnap elfogadták ezt a illetve közzétették ezt a cselekvési tervet, ugye a bizottság, az integrációról és a befogadásról, és ebben is arról van szó, hogy valamiféle, mint hogyha közös teherelosztást, azaz kvótát szorgalmaznának itt többen. Azt teljesen világosan látható, hogy 2015 óta egy megfelelő tervezettséggel, finanszírozottsággal és szervezettséggel zajló tömeges, átlé jogellenes átléptés zajlik az Európai Unió határain. Ezek mindegyike nyilvánvalóan sokszor tétovázottak a magyarok arról, hogy mi lehet ennek azokat, hogy lehet, hogy nem, nem látják ennek a negatívumait, súlyos következményeit, akár a közbiztonságra, nemzetbiztonságra, közegészségügyre, de már a világosan látható, hogy politikai szándék áll a háttérben, mégpedig egy olyan erőteljes politikai szándék, amelyik a nemzetállamok gyengítésére, a nemzetállami akarat megtörésére törekszik. Ez nagyon súlyos következményekkel járó, nagyon negatív fejleménye az Európai Unió történetének és komoly kétségeket vet föl az Unió jelenével és jövőjével kapcsolatban legyen szó gazdasági együttműködésről, biztonsági együttműködésről, politikai kapcsolatokról. A cselekvési terv elfogadásakor például szó volt arról, hogy a bevándorlók már most az európai társadalom részét képezik, és egy komoly erőforrásokat kell fordítani arra, hogy ők be tudjanak illeszkedni, lakhatást kell biztosítani, képzést, egészségügyi ellátást. Ugye ez a tagállamok részéről hatalmas pénzeket jelent. Ez pontosan így van. Ezek a megközelítések, amelynek a tegnap bemutatott cselekvési terv is egy eleme, egy, egy, egy lépése, hiszen előtte az ENSZ-nek és az Uniónak is különféle migrációs döntései, paktumai jöttek létre, eléggé egy irányba mutatnak ezek egyrészt abba az irányba, amit Soros György kétségtelenül most már egyre nyíltabban és egyre támadólagosabban hirdet Európa szerte, amelyik nagyon rövid időn belül az Unióban valami fajta döntési formába, jogszabályba vagy állásfoglalásban jelenik meg, vagy parlamenti vagy bizottsági döntésekben. Mindezek azt jelzik, hogy nem véletlenül történtek, nem valami fajta hiba, vagy nem kellő átlátás vezetett oda hogy 2015-ben tömegek kezdtek el Európába, hanem egy nagyon is végig gondolt politikai akaratot tükröző folyamatnak lehetünk a tanúi, amelyek folytatódása, és már pedig ezek a meghirdetett tervek, programok a folytatásról szólnak, kétségtelenül a magyar, az Európai Unió, a Európa jövője szempontjából, egy teljesen új, eddig ismeretlen veszélyekkel és az európai kultúrkört érintő súlyos következményekkel járó lépés sorozata lehet. A magyar kormány nyilván mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azt a, azokat az elgondolásokat, amelyek veszélyt jelentenek a magyar emberekre, amelyek ellentétesek a magyar emberek akaratával, legyen szó betelepítési kvótáról, legyen szó e, csatornák, tehát belépési csatornák nyitásáról, legyen szó a határozat akadályozásáról, legyen szó a betelepítettek kötelező befogadásáról, vagy éppen a finanszírozás különféle új és új formációiról, és nagyon súlyos következményekkel jár az is, hogyha a migránsok befogadásának az elmulasztása, az Európai Unió apparátusának központi akaratának az érvényesítésében valamely állam szembeszegül, hiszen látható, hogy a jogállamisági kritériumok, amit legújabban kitaláltak, amelyek az Európai Unió alapszerződésében nem szerepelnek, ezeknek az erőltetése súlyos következményekkel járhat. Legutóbbi jogállami jelentés például nagyon érdekes, hogy mintegy nyolc olyan magyar, civil szervezet fogalmazta meg, akiket Soros György finanszíroz, és az ezeknek a megfogalmazásoknak a összefoglalója az értékelés uniós elkészítését pedig az a Júrová végezte, aki nem, nem tagadottan, tehát nyíltan is szoros kapcsolatot tart Soros Györgyel, és ez összhangban van azzal a közelmúltban megjelent Soros féle cikkel, vagy tanulmányjal, amelyben újra kifejti a nézeteit a finanszírozásról, a befogadásról és az Európai Unió jövőjéről. Tábornok úr, köszönjük szépen. Én is köszönöm.